Elsodort egy embert a Hernád, csónakkal mentették ki a vízből, apadnak a folyók, de erős a sodrás. Kritikus a járványhelyzet Európában, egyre több az iskola bezárás és a szigorítás, itthon stagnálnak a számok. Gőzerővel nyomoz a francia rendőrség, nagy a nyomás rajtuk, az embereket sokkolta a pénteki merénylet. Köszöntöm nézőinket, a híradót látják. Elsodort egy embert a megáradt Hernád Bőcsnél, a 45 éves nő kerékpárral akart átkelni az úton, ahol hömpölygött a víz, de elakadt és nem tudott kijönni. Az asszonyhoz katasztrófavédőket és mentőket riasztottak. Most arra kiderült, hogy nincs komolyabb sérülése, de megfigyelésre kórházba szállították. Az árhullám levonulóban van az észak-magyarországi folyókon. A szakemberek mégis azt kérik, hogy mindenki legyen óvatos. A víz sodrása nagyon erős. A mentést pedig végigfigyelte az M1 tudósítója, M-bíró Liza. Szervusz, mi történt, mit lehet tudni részletesebben a nő állapotáról? Egyre több részletet sikerül megtudni, de a legfontosabb az, amit te is jeleztél, vagyis, hogy a hölgynek a kihűlésen kívül sérülése nincs. Megfigyelésre azonban kórházba szállították. Ugye most már lehet tudni, hogy a 45 éves asszony Körömben él, és át szeretett volna jutni ezen a sodráson, amikor gyakorlatilag 1-2 métert sikerült csak megtenni a vízben, amikor elsodorta ez a hatalmas sodrás, ez a hatalmas víz, és hát erre járók, nézelődők vették észre, hogy segítségért kiabál, és akkor a miskolci hivatásos tűzoltók érkeztek ki elsőként a helyszínre, közülük ketten azonnal mentő mellényben beúsztak a hölgyhöz, rögzítették, stabilizálták őt itt egy villanyoszlopnál, és megvárták, amíg a tiszaújvárosi tűzoltók is a helyszínre érkeznek egy mentőcsónakkal, és csak ezután vitt ki mindhármukat a partra. Az idős asszony tehát jól van. És ugye ez is felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire kell vigyázni, hiszen lehet, hogy csalóka, úgy gondolják sokan, hogy nincs túl sok víz az úton, de óriási sodrás van, ez talán még most is látható. És ami még érdekes, fontos információ lehet, hogy itt Bőcsön most már csak ez a mögöttem látható vízoszlop az, ami útját állja a közlekedésnek. A másik a Sajólád irányából érkező, az most már levonult, így ez az utolsó olyan útszakasz, amit le kellett zárni a Hernád áradása miatt. Folyamatosan csökken a vízszint, miként azt te is említetted, 30 cm apadt már a tetőzés óta itt ezen a szakaszon. Azonban a Hernád a Sajóba ömlik, nem messze innen Berzéknél, mint egy 3 kilométeres távolságban. Azonban mivel a Sajó medre telt, ezért gyakorlatilag nagyon nehezen tud lemenni a Hernád vize, és ezért mondható az, hogy ilyen nagyon lassú az apadás. Folytassuk is akkor a Sajóval, M-bíró Lizának köszönjük szépen. Több helyen már levonult az ár, de még most is vannak azért lezárt útszakaszok. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Sajó Kazánál van Kereki Gergely. Mit lehet tudni, szervusz? Jó napot kívánok! Így van, itt vagyunk a 26-os számú főút Sajó-Kaza felé vezető bekötő útjánál, és amint látható, mögöttem egy ilyen kisebb tenger van gyakorlatilag a szántóföldeken, és itt a másik oldalamon pedig bal oldalon van az a nagy vízátfolyás, ami miatt ezt a szakaszt egyelőre nem nyitják meg a közlekedés előtt, és elnézve a szántóföldeket bizony van utánpótlás bőven, úgyhogy valószínűleg 1-2 napig szerintem még maradni fog itt a teljes útzár. Egyébként sokan jönnek gyalogosan és autóval is megpróbáltak páran bejutni a településre, de itt ezen a szakaszon ez egyelőre nem lehetséges, csak kerülő úton. Vannak hasonló lezárt szakaszok egyébként a környéken, például Sajóbelezd és Putnak között, illetve van Muhi és Köröm között is, illetve Kesznyétennél, ahol a Hernád és a Sajó árhulláma gyakorlatilag most már egybeért, és valószínűleg a holnapi nap folyamán éri el majd a Tiszát. Egyébként, ami fontos még, hogy van itt egy másik folyó is, amiről talán kevesebb szó esett, a Bódva. Ez úgy tűnik, hogy most már mindenhol apad, ennél nem áradt olyan nagyot, hogy problémát okozott volna, és úgy gondolják a szakemberek, hogy a következő napokban sem lesz már olyan időjárási körülmény, ami befolyásolhatja ezt az apadást. De az jól látszik, hogy tényleg a szokásostól eltérően sokkal lassabban apadnak a folyók, így valószínűleg még itt is és néhány útszakaszon 1-2 napig marad a teljes útzár, és némi kényelmetlenséggel jár majd az érintett lakosok számára. Kereki Gergelynek köszönjük szépen.
Stagnál a koronavírus helyzet itthon, ezt mutatják a napi fertőzési adatok, és erre lehet következtetni a szennyvízvizsgálatokból is. Az elmúlt két napban 1400 felett járta az új fertőzöttek száma, és ez várhatóan így is marad. A Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvizsgálatai ugyanis azt mutatják, hogy a következő 4-10 napban nem emelkedik jelentősen az új esetek száma. A szakemberek ugyanakkor fegyelmezettséget kérnek az emberektől továbbra is. A legfrissebb laboratóriumi vizsgálatok szerint országszerte stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvizekben, mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ főosztályvezetője a Kossuth Rádióban. Pándis Tamás hangsúlyozta, ezekből az adatokból arra lehet következtetni, hogy a következő 4-10 napban nem várható jelentősebb emelkedés a megbetegedések számában. A járvány lassításának kulcsa a lakosság felelősségteljes magatartása, szögezte le a szakember. Hozzátéve, fontos, hogy mindenki viselje a maszkot, figyeljen oda a rendszeres kézmosásra, és tartsa legalább másfél méteres távolságot a közösségi terekben. Nagyon sokat lehet hallani a terjedés különböző formáiról, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy a vírus fertőzés esetében a kontaktusok száma a döntő. Tehát minden ilyen tevékenység, amely kapcsán sok mindenkivel kerülünk kapcsolatban, tehát olyan élethelyzetek, amikor nagyon sok mindenkivel közeli kapcsolatba kerülünk, ezek a legveszélyesebbek, itt a tömegközlekedés jó példa erre, viszont valóban a különböző rendezvények, tömegrendezvények, családi rendezvények és minden más egyéb ilyen típusú élethelyzet, amikor egyszerre viszonylag kis távolságra sok ember tartózkodik egymást, ezek mind jelentős kockázatot jelentenek. A ma reggel közzétett adatok szerint 1478 újabb embernek lett pozitív a koronavírus tesztje. Meghalt 31, többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 1173-ra emelkedett. 1896 koronavírusos beteget ápolnak kórházakban, közülük 188-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban csak nem 25 ezeren vannak, az eddig elvégzett koronavírus tesztek száma pedig már meghaladja 904 ezret. Ezek a számok a nyugat-európai átlagtól jóval elmaradnak, mind a megbetegedések, mind a halálozások tekintetében. Erről már a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője beszélt az M1-en. Az első hullámban Magyarország sikeresen védekezett. Az egészségügy felkészült arra, hogy a második hullám idején most már mindenki számára megnyugtató hátteret adjon, és most a második hullám idején ezt is tapasztaljuk, tehát bárkinek van szüksége ellátásra. Ellátórendszer úgy van felépítve, hogy ezt mindenkinek meg fogja tudni adni, és hogyha nőnek a szükségletek, akkor a kapacitások is ezzel párhuzamosan növelhetőek. Szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy nem szabad belefáradni a járvány kezelésébe. A vírus terjedése ellen mi magunk tehetjük a legtöbbet. Fontos, hogy mindenki erősítse immunrendszerét, és különösen a járványban veszélyeztetettek oltassák be magukat az influenza ellen. Az oltás egyébként ezen a héten már minden házi orvosnál ingyenesen elérhető lesz. Újabb vakcinákat szerzett be a kormány a szezonális influenza ellen, hogy mindenkinek jusson oltás. Erről a tisztifőorvos beszélt. Müller Cecília megismételte, hogy a koronavírus járvány miatt ingyenes az oltás, és aki csak teheti, vegye fel azt. A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy a krónikus betegek számára életmentő, hogy legalább az influenza ellen védekezzenek. Különösen is fontos, hogy akik ezekbe a csoportokba tartoznak, és a munkakörüknél, a foglalkozásuknál fogva veszélyeztetettek, tehát az egészségügyi dolgozók, szociális intézmények dolgozói és ápoltjai feltétlenül éljenek azzal a lehetőséggel, amit az idén a kormányzat mindenki számára biztosít, nyilvánvalóan elsősorban a kockázati csoportoknak a figyelmét hívjuk fel erre a lehetőségre. A közeli országokban is egyre súlyosabb a helyzet. Szlovéniában járványhelyzetet, Csehországban pedig rendkívüli állapotot hirdettek ki a kiugróan magas napi esetszámok miatt. Romániában mától több nagyvárosban is leállt az iskolai oktatás, például Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Fenyéden és Csíkmadarason is. Szlovákiában pedig politikai feszültséget okozott a kormányfő bejelentése, miszerint minden szlovák állampolgárt tesztelni fognak. 5 héttel a tanévkezdés után ma nem szólalt meg az iskola csengő, a székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnáziumban sem. Romániában mától több nagyvárosban is leállt az iskolai oktatás, például Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Fenyéden és Csíkmadarason is. A megyei vészhelyzeti bizottságok úgy döntöttek, hogy az érintett városokban és falvakban mától bezártak a napközik, az iskolák pedig áttértek az online oktatásra.
Bukarestben vasárnap ismét több mint 700 fertőzöttet azonosítottak, és a kéthetes fertőzési ráta így meghaladta a 3000-et. Ez azt jelenti, hogy a főváros a vörös forgatókönyvre tér át. A miniszterelnök bejelentette, hogy kötelezővé válik a maszkviselés az utcán is, függetlenül attól, hogy mennyire zsúfolt helyen tartózkodunk. A tanulók egy része ma még mehetett iskolába, de a járványhelyzet miatt minden iskolát be kell zárni, és online folytatódik az oktatás. Bezárnak az éttermek, a színházak, a mozik és a szerencsejátéktermek is. Ez már Csehország, ahol tegnap több ezren tüntettek a korlátozások ellen. A tömeg összecsapott a rendőrökkel is, akik könnygázt és vízágyút is bevetettek. A zavargásokban több tucatnyian megsérültek, köztük 20 rendőr is. Csehországban a héten minden rekord megdőlt. Pénteken több mint 11 ezer új esetet azonosítottak. A kormány ezért rendkívüli állapotot hirdetett. Elmaradnak a sportesemények, de a tüntetésen is legfeljebb 500 fő vehetett volna részt. Szlovákiában politikai feszültség alakult ki, miután a kormányfő bejelentette, minden szlovák állampolgárt tesztelni fognak. Igor Matovič azt mondta, a szűrésben a hadsereg is részt vesz. Sajtóhírek szerint azonban az államfő azt sérelmezi, hogy vele, mint a hadsereg főparancsnokával nem egyeztettek. A miniszterelnök igyekezett megnyugtatni Zuzanna Csaputovát, hogy a járványhelyzet közös fellépést igényel. Szlovéniában is rohamosan terjed a fertőzés. Janez Janša kormányfő mától hivatalosan is kihirdette a járványhelyzetet. Szlovéniában az elmúlt két hétben világszinten is kritikusan nőttek a számok. Jelenleg az ország háromnegyedében régióelhagyási tilalom van érvényben, kötelező a maszkok viselése a szabadban is, bezártak a vendéglátóhelyek, tilosak a rendezvények, az összejövetelek, az esküvők és a vallási szertartások. A teljes ország területén digitális oktatásra álltak át az általános iskolák 6. osztálytól fölfelé, a középiskolák és az egyetemek is. Lengyelországban napok óta meghaladja a 8000-et a fertőzések napi száma. A rengeteg fertőzött miatt szükségkórházat alakítanak ki a Varsói Nemzeti Stadionban. A lengyel kormány szombaton szigorított. Sok iskola áttért a távoktatásra, bezárták az uszodákat, az edzőtermeket, és újra bevezették az idősek vásárlási sávját. Drasztikus szigorítások léptek életbe ma Belgiumban, ahol drámaian romlott a járványhelyzet az elmúlt hetekben. Egy hónapig zárva lesznek az éttermek és a kávézók, éjszaka pedig kijárási tilalom van. Brüsszelből kapcsoljuk most Baracka Esztert a további információkért. Mit mutatnak jelenleg a számok és hogyan próbálnak védekezni? Jó napot kívánok! Az Európai Járványügyi Központ adatai szerint Csehország után Belgiumban a második legrosszabb a helyzet a 100 főre jutó megbetegedések esetében, kivéve a brüsszeli régiót. Brüsszel és Vallónia együtt Európában az a régió, ahol a legtöbb megbetegedés jut 100 ezer főre, ez 864. És csak egy példa, hogy mennyire tragikus a helyzet, hogy a múlt kedden például itt ebben a régióban 50%-kal több megbetegedést regisztráltak, mint a sokkal nagyobb Párizsban. Naponta átlagosan egy hét alatt 7800 új fertőzést regisztráltak, ez 88%-os növekedést jelent a korábbi héthez képest. A halálesetek száma az elmúlt egy hétben 85%-kal emelkedett, a kórházi esetek száma pedig egy hét alatt 100%-kal növekedett. Az egészségügyi rendszer óriási nyomás alatt áll, minden nem Covid-hoz kapcsolható kezelést elhalasztanak, hogyha ez lehetséges. A házi orvosok riadó fújtak, azt mondták, hogy most már nem bírják a nyomást, a tesztekhez nincs elég laborkapacitás. Nem véletlen, hogy tegnap úgy fogalmazott a belga szövetségi egészségügyi miniszter, hogy nagyon közel áll az ország egy koronacunamihoz, és lassan kicsúszik a kezükből az ellenőrzés. Ezért is vannak ezek a nagyon-nagyon drasztikus szigorítások mától, ami azt jelenti például, hogy a kapcsolattartás kapcsán egy háztartásban élők legfeljebb egy fővel tarthatnak kapcsolatot kívülről, és ez két heten változhat. Hogyha lehetséges a távolságtartás, akkor ez a szám valamelyest növelhető, de legfeljebb 4 főre. A vendéglátóhelyek egy hónapra bezártak, elvitelre lehet csak főzniük, az éjjel-nappali üzletek csak este 22 óráig tartanak nyitva, alkoholt eladni csak este 8 óráig lehetséges. Azt kérik, hogy aki lehetséges, aki megteheti, kizárólag otthonról dolgozzon. Az iskolák viszont kivétel nélkül nyitva vannak, meghosszabbították az őszi szünetet 3 nappal, ez azt jelenti, hogy a gyerekek a jövő hét, 2 hét múlva kezdődő őszi szünetben csak nem 2 hétig otthon lehetnek, ettől sokat várnak.
Természetesen korlátozzák a beltéri sporttevékenységeket. Az üzletek a tavaszi első hullámmal ellentétben most nyitva vannak, de nincsenek bolhapiacuk és karácsonyi vásárok, és éjszakai kijárási tilalom van mától. Paracka Eszternek köszönjük szépen, ahogy hallhattuk, tehát rendkívül szigorú intézkedéseket hoztak Belgiumban. Lássuk a többi európai országot. Olaszországban is kritikussá vált a járványhelyzet, ezért a kormány újabb óvintézkedéseket jelentett be. Egyre nagyobb feladat hárul ezentúl a polgármesterekre. Nekik kell majd helyi szinten eldönteni, milyen korlátozásokat vezetnek be. Svájcban is szigorítanak. A hatóságok azt ajánlják, hogy aki csak teheti, dolgozzon otthonról. Az ír kormány mától várhatóan megemeli a járványügyi riasztási szintet az egész országban, miután a térségenkénti szabályozás nem hozott eredményt. Ausztriában pedig két hétre lezártak egy falut. A tavaszi teljes lezárás óta ez az első ilyen intézkedés. Az autókat ellenőrzik Kuchl falu határában. Ez az osztrák település az első, ahol a hatóságok teljes lezárást rendeltek el. Az ingázók nem léphetnek be a településre, a lakók pedig nem mehetnek ki onnan még akkor sem, ha munkába mennének. A rendőrök csak indokolt esetben tesznek kivételt. Ez egy nagyon furcsa helyzet, állandóan figyelni kell, hol vannak a határok, de csak elmúlik ez a 14 nap karantén, mondja egy helybéli. A térségben 100 ezer főre 284 fertőzött jutott, ami háromszorosa az osztrák heti átlagnak. A hangulat meglehetősen pozitív, nem szokványos dolog, hogy egy falu vesztegzár alá kerül, de összetartunk és túl leszünk rajta, mondta az osztrák falu polgármestere. Milánóban közben bolhapiacokat számolt fel a rendőrség. Az olasz városokban egyre több feladat hárul ezentúl a polgármesterekre. Helyi szinten ugyanis ők döntik el, hogy pontosan milyen korlátozásokat hoznak. A polgármesterek este 9 órától elrendelhetik azoknak az utcáknak és tereknek a lezárását, ahol tömörülések alakulhatnak ki. Csak azok a bárok, éttermek, pékségek és cukrászdák lehetnek nyitva reggel 5 és éjfél között, ahol a vendégek asztalnál fogyaszthatják el, amit rendeltek. Ha nincs lehetőség leülni, 18 órakor be kell zárniuk. Az ételt korlátlanul lehet hazaszállítatni. Az éttermekben 6 főnél többen nem ülhetnek egy asztalnál, fogalmazott Giuseppe Conte, olasz miniszterelnök. Ez már Svájc, ahol százak tüntettek a korlátozások ellen a parlament előtt. Az egyik plakátra például azt írták, a szövetségi tanács inkább szenvedést okoz, mint hogy ezt megakadályozná. A rendőrség több tüntetőt is őrizetbe vett. Svájcban is meredeken emelkedik a fertőzések száma. A hatóságok mától kötelezővé tették a maszkviselést a zárt terekben. A nyilvános helyeken pedig legfeljebb 15-en lehetnek. Ha egy mód van rá, ne szervezzenek magánpartikat, halasszák el ezeket a jobb időkre. A legtöbb fertőzés ugyanis ezeken az összejöveteleken történik, mondta a svájci belügyminiszter. Írországban a kormány ma jelent be országos korlátozásokat, miután a regionális szigorítások nem hoztak javulást. Jelenleg az egész országban a hármas szintű védekezés van érvényben, várhatóan ezt emelik négyes szintre. Vagyis a nem létfontosságú üzemeknek, vállalkozásoknak, üzleteknek be kell majd zárniuk, és tilos lesz a gyülekezés. Az ötös riasztási szint az ország teljes lezárását jelenteni, de ezt az ír kormány szeretné elkerülni. Egy tucat letartóztatás, több száz radikális, illegális migráns azonnali kitoloncolása, csaknem 100 vizsgálat internetes gyűlöletbeszéd miatt. Valamennyi francia bűnüldöző szervezet gőzerővel dolgozik, hogy eredményt mutassanak a múlt heti brutális gyilkosság után. Párizsban egy moszkvai születésű csecsen iszlamista késsel megölt és lefejezett egy tanárt, amiért Mohamed karikatúrákat mutatott diákjainak a szólásszabadságról tartott óráján. A hatóságok óriási nyomás alatt vannak, a francia társadalmat sokkolta a kegyetlen terror támadás. Mécsesek százaival emlékeztek meg a hétvégén Párizsban a köztársaság téren Samuel Pátira. A tanár kegyetlen meggyilkolása sokkolta a francia társadalmat. Az áldozat nemrég a szólásszabadságról tartott óráján a Charlie Hebdo szatirikus hetilapban közölt Mohamed karikatúrákat mutatta be a diákjainak. A muszlim tanulóknak ezt előre jelezte és kérte őket, hogy hagyják el az osztálytermet, ha úgy érzik ezzel megsérteni őket.
Egy csecsen származású diák apja volt a tiltakozók leghangosabbika, de másoktól is kapott fenyegetéseket a tanár. Aztán pénteken egy 18 éves csecsen származású férfi előbb megkéselte őt, majd lefejezte a holttestét. A tettessel ezután a rendőrök végeztek, mert velük is szembeszállt. Többen Zsöszi Aszenyom, vagyis tanár vagyok feliratú táblákkal érkeztek a megemlékezésre. A tanároké az egyik legfontosabb hivatás. Minden az oktatásra épül, csak azon keresztül érhetünk el változást. Mert a világ nem maradhat így, ahogy most van, mondta egyikük. Nem véletlen, hogy a franciák változásokat szeretnének az oktatásban is. Erről beszélt Vencel Katalin, a közmédia párizsi tudósítója. Megint egy szimbolikus eseményről van szó, a Charlie Hebdo elleni menélet. Volt ez első a sajtószabadság ellen, újságírók ellen, ez most a tanárok ellen, akik 30 éve jelzik azt, hogy nagyon nehéz dolguk van az iskolákban. Egyébként nem csak kifejezetten muzulmán gyerekeken, hanem általában nehézé vált azért, mert sok a gyűlöletbeszéd, sok az ellenállás, nagyon nehéz sok mindent tanítani. A francia belügyminiszter most megígérte, az éppen elkezdődött őszi szünet végére megerősítik az iskolák és a tanárok védelmét. A francia hatóságok igyekeznek nagyon határozottan fellépni a gyilkosság után. A rendőrség eddig 11 embert vett őrizetbe a terrorista támadásnak nyilvánított gyilkossággal kapcsolatban. Köztük van a tettes apja is, akinek féltestvére egy nő, 2014-ben csatlakozott az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez Szíriában. A héten azonnali hatállyal kitoloncolhatnak 231 olyan iszlám radikálist, akik illegális bevándorlóként érkeztek az országba. Jelenleg 80 vizsgálat van folyamatban internetes gyűlöletbeszéd miatt, és szó van arról is, hogy feloszlathatják a francia muzulmán közösség egyes erőszakot és gyűlöletet hirdető csoportjait. A francia rendőrség sajnos nem alkalmas arra ebben a pillanatban, hogy ezt a munkát elvégezze. Ez a kegyetlen gyilkosság is rámutatott arra, hogy a francia rendőrség nem hatékony a bűnmegelőzésben, hisz a tettes is már a hatóságok látókörében volt. Erről beszélt Fischl Vilmos külpolitikai szakértő az M1-en. Számos ilyen esetről olvasunk és hallunk az elmúlt időszakban, hogy a rendőrség látókörében volt. Tehát a probléma az, hogy nincs rendes prevenció. Rendesen fel kell térképezni a családtagjait azoknak, akik menekült státuszt kapnak, vagy megkapják a menedékkérelmet. Hozzátette. Az iszlám szélsőségesség nem ismeri azt a szót, hogy tolerancia. Ezért az európai társadalmaknak, amelyek befogadók, át kell gondolniuk, hogy miként viszonyulnak azokhoz a bevándorlókhoz, akik egy teljesen más kultúrából érkeznek. Svédországban egyre több város részben főként bevándorló hátterű bűnözői csoportok veszik át az irányítást a hatóságoktól. Egy svéd tévécsatorna arról számolt be, hogy Stockholm egyik negyedében migránsbandák kijárási korlátozást vezettek be. Korábban Göteborgban is történt hasonló, ezekről azonban csak nagyon ritkán számol be a helyi sajtó. Október elején adott interjút egy nő a svéd sajtónak, arról mesélt, hogy molesztálták a stockholmi metrón. Elmondta, egy férfi a társaitól elszakadva szorosan mellé ült le, majd elkezdte fogdosni. Amikor a nő szólt neki, hogy menjen arrébb, a férfi először trágár szavakkal szitta, majd megütötte, közben pedig nevetett. A nő nyilatkozata szerint később a férfihoz három társa is csatlakozott, így egy afrikai és három arab származású fiatallal került szembe, akik elállták a nő útját és ütlegelni kezdték. A nő hiába sikoltozott, senki sem segített neki, pedig a metrón rajtuk kívül többen is utaztak. A támadásban a nő súlyosan megsérült, ezeket a fotókat ő készítette egyik támadójáról, miután sikerült elmenekülnie. Stockholmból és Svédország többi részéből folyamatosan érkeznek azok a hírek, amik a külföldiek által elkövetett bűncselekményekről szólnak, és arról, hogy bandák tartják rettegésben a helyieket. A svéd TV4 beszámolója szerint Stockholm Tiensta nevű városrészében augusztus végén tűnt fel a hatóságoknak, hogy esténként alig vannak emberek az utcákon. Kiderült, hogy a bevándorlókból álló bűnözői csoportok a lakosságot megfélemlítve kijárási tilalmat vezettek be. Este 6 óra után senkinek sem volt tanácsos kilépni az utcára. A területen 4 gyilkosság és 8 gyilkossági kísérlet történt ebben az időszakban. A svéd belügyminiszter a riport kapcsán később azt nyilatkozta, nem is hallott az egészről.
Svédország más nagyvárosaiban sem jobb a helyzet. Göteborg egyes negyedeiben a hírek szerint a rendőrség helyett az illegális bevándorlókból álló Alikán nevű csoport uralja az utcákat. Az ott élők rettegnek, erről beszélt nemrég a közmédia skandináviai tudósítója is, aki elmondta, már a rendőrség szerint is elfogadhatatlan a helyzet. Egyértelműen egy párhuzamos társadalomról van szó, és a rendőrség vezetői nagyon aggódnak. Erik Nord például, az egyik vezető, azt mondta, hogy itt most már nem közösséges bandákról van szó, hanem 40 bűnbanda osztotta fel Svédországot. Ezek egy része csak a migráció által felduzzadt bűnbanda, Alikám is ezek közé tartozik. Svédországba az elmúlt években több százezer bevándorló érkezett a Közel-Keletről, Közép-Ázsiából és Afrikából, bár azóta drámaian megnőtt az erőszakos bűncselekmények száma. A sajtó és a politika is a legtöbb esetben igyekszik jelentéktelennek feltüntetni a problémákat. A skandináv ország néhány éve még hatalmas reményeket fűzött a migráció jótékony hatásához az előregedő társadalomban. Első európai államként már 2013-ban megkezdték a Szíriából érkezett menedékkérők befogadását, de a tömeges beáramlás következményei mostanra egyre több embert józanítanak ki. Miskolcon valósul meg a Chervon autóvállalat első Kínán kívüli beruházása. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette be. Szijjártó Péter elmondta, a több mint 17 milliárd forint értékű fejlesztéssel a cég első ütemben csaknem 140 új munkahelyet teremt. A miniszter hangsúlyozta, a beruházás azért is jelentős, mert a magyar gazdaság zászlós hajóját jelentő autóiparban valósul meg. Hozzátette, amíg a világgazdaságból negatív hírek érkeznek, addig Magyarországon hétről hétre újabb beruházásokat jelentenek be. Mindezek a beruházások, amelyeket az elmúlt hetekben folyamatosan jelentettünk be, közelebb visznek minket azon célunk eléréséhez, hogy Magyarország az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon. És abban, hogy ezt elérjük, óriási szerepe van a 10 esztendővel ezelőtt elkezdett keleti nyitás politikájának, amely politikai stratégia miatt minket rendkívül sokat bíráltak. Ugyanakkor már világossá vált, hogy ezek a bírálatok nyugati barátaink részéről kizárólag piacféltés miatt születtek meg. A kormány támogatja azokat a vállalkozásokat, amelyek a járvány ellenére dolgoznak és nem halasztották el beruházásaikat. Erről a pénzügyminiszter beszélt. Varga Mihály szerint Magyarország abban a kedvező helyzetben van, hogy a válság ellenére gazdasági és pénzügyi ösztönzőkkel segítheti a cégeket. A pénzügyminiszter úgy fogalmazott, ez az elmúlt évek következetes gazdaságpolitikájának köszönhető. Több mint 300 olyan vállalkozást tudtunk támogatni versenyképességjavító beruházásoknál, amelyek a beruházásaikat nem elhalasztották, hanem most is megvalósítják. Ez az üzenet a legfontosabb, egy jó gazdasági környezet, alacsony adószint, társasági adószintjét tekintve a legalacsonyabb, legkedvező feltételeket kínáljuk a külföldi befektetőknek. A kormány továbbra is támogatja a lombik kezelési eljárásokat, jelentette be közösségi oldalán a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin hangsúlyozta, a cél, hogy minden vágyott és tervezett gyermek megszülethessen Magyarországon. Úgy látom, hogy ismét fellángoltak az indulatok a lombik program körül. Szeretnék megnyugtatni minden olyan párt, aki meddőségi problémákkal küzd, hogy a magyar kormány segít nekik, amiben csak tud. Ezért is támogatjuk a lombik beavatkozásokat is, ezért emeltük meg duplájára a rendelkezésre álló forrásokat, hiszen az a célunk, hogy minden vágyott, tervezett gyermek megszülethessen Magyarországon. A jövőben is számíthatnak ránk.